Kovács Ágnes igazgatónő bemutatta a bakabálon, hogy bírja a kiképzést és ápolja az egykori hagyományokat. Drótkötélen, gyakorló egyenruhában érkezett az iskola aulájába, hogy köszöntse a vendégeket. A Vasvári Pál Gimnázium, amely ma testnevelés, ének, számítástechnikai és nyelvi tagozatairól ismert, 1978 és 1994 között katonai kollégista osztályokat is működtetett az akkori Honvédelmi Minisztérium gondozásában. A minisztérium tanítatta az általa felvett fiútanulókat azzal a céllal, hogy belőlük jól felkészült tisztek legyenek. Az iskola történetének ezen korszakát idézték fel a bakabálon. A jótékonysági rendezvény teljes bevételét az intézmény támogatására fordítják a szervezők. Úgy, ahogy a tavalyi év alapítványi bál bevételét az iskola szépítésére, korszerűsítésére fordítottuk, tovább folytatjuk ezt. Iskolabútorokat, illetve a hangosítást szeretnénk korszerűsíteni, valamint termeket fogunk lambériáztatni. A bakabál résztvevőit köszöntötte Nyíregyháza polgármestere is, aki elmondta, az iskola tantestülete, diákjai büszkék lehetnek az elért sikerekre. Nagyon örülök, hogy ez a 90, most már több mint 90 éves múlt, ilyen színesen gazdagon megjelenik a jelenben is. Ez biztos, hogy a jövőt is biztosítja, hiszen ahogy elmondtam a köszöntőmben, az elmúlt évben mindenütt a vasvárisokat lehetett látni. Március 15-én, október 23-án nagyon szép ünnepi műsort készítettek, április végén a Hello Nyíregyházán ugye 500 diák volt ott a város emblémáját formázva léggömbökből. Találkoztam velük, amikor a néppróba Londonért volt, talán a legnagyobb számban voltak ott, ugye ez pedig a sporthagyományok továbbvitele, és hát ez azt mutatja, hogy itt egy nagyon jó közösség van. A bál vendégei voltak olyan sok évvel ezelőtt érettségizett honvéd kollégisták is, akik ma magasrangú katonai, rendőrségi és katasztrófavédelmi vezetők. Mindannyian szeretettel, nosztalgiával emlékeznek az alma materre, amely megalapozta sikeres pályájukat. Mondhatom szerénytelenség nélkül, hogy 3 diplomát is szereztem azóta, és ezt mind annak köszönhetem, hogy nagyon jó tanáraim voltak, és egy nagyon jó iskolába jártunk. Amit azt gondolok és azt látom, hogy ma is egy kiemelkedő iskola a Vasvári Pál Gimnázium. A bál műsorában a gimnázium tanulói mellett közreműködtek a Vikár Sándor Zeneiskola diákjai, tanárai, a Szabolcs Néptánc Együttes, valamint a Smart Brass Band és a Mazsorettek is.